Kövér László már hetek óta arról egyeztet Dúró Dórával, hogy akár a házszabályon is alakítanának azért, hogy a Jobbikból kivált politikusok alakíthassanak frakciót. Ez több Jobbik frakciótag állította a Kontrában a napokban. A Jobbikból a legutóbb kizártakkal lassan meg is lesznek. Lesz Mi Hazánk frakció? Mi igaz az állításokból? Dúró Dórát, Krug Emília mellett Dúl Szabolcs és Szlazsánszky Ferenc kérdezik. Jó estét kívánok! Index ATV-ben szerintem titeket már ismernek a mi nézőink. Azt szeretném kérdezni elsőként ezzel összefüggésben, hogy ugye még hosszú távon nem tudjuk, hogy Toroszkai László milyen pártelnök lesz, de Jósnak tényleg kiválónak minősült, mert hogy egyik nap itt elmondta a Kontrában, hogy hát, hogy lesznek még kilépők, aztán láss csodát, másnap tényleg Volnár János és még ketten távoztak a frakcióból, úgyhogy akkor kövesse az ő útját. Ugye emlegetnek még nevekek, Hegedűs Lórentnét, Steinmetz Ádámot, Száva Istvánt, mint aki csatlakozhat a Mi Hazánk mozgalomba és kiléphet. Tud még ilyenről? Várható még kilépés? Én rövid távon nem számítok rá, hogy... Mi számít lesz... rövid távnak? Itt tudja, az sem mindegy. Igen, néhány nap, néhány héten belül én nem számítok rá, hogy lesz még a Jobbik frakcióból távozó képviselő, bár nekem már az elmúlt hónapokban azért nem nagyon van kapcsolatom velük, tehát azért vannak, akik nálam bővebb információval tudnak szolgálni, de én meg kell, hogy mondjam, még amikor a saját kizárásom megtörtént, vagy a pártunk, a Mi Hazánk mozgalomnak a megalapítása, a zászlóbontása Ásotthalmon, akkor én nem gondoltam volna, hogy akár Volnár Jánosnak a kizárására sor került. Tehát én nem vagyok olyan jó Jós, mint Toroszkai László, de én úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül csak az országgyűlési képviselők azok, akik meghatározzák a mi mozgalmunknak a jövőjét, vagy a mi pártunknak a jövőjét. Hát azért egy frakció nem jön rosszul. Nyilván nagyon sok erőforrást jelent, mind felszólalási lehetőségekben, mind pénzügyileg, tehát ez vitathatatlan, hogy e tekintetben a frakció az nagy előrelépés lenne. Bár önmagában az, hogy egy vagy másfél hónapja jegyezték be a pártunkat, és már arról van szó, hogy lesz-e frakciója az országgyűlésben, vagy nem, ez már önmagában egy nagy előrelépés és büszkeséggel tölt el. Egyébként van már egy frakciója a Mi Hazánk mozgalomnak, Fejér megyében, ugyanis ott az közgyűlésben az összes jobbikos képviselő átlépett a Mi Hazánk mozgalomba, és így ott a hatályos jogszabályok alapján lehet frakciót alakítani, hogy ez meg is alakult a Fejér megyei közgyűlés legutóbbi ülésén, tehát nem annyira ördögtől való dolog valóban, hogy ilyen létrejöjjön. Azért az sem teljesen magától értetődő, hogy mondjuk a távozó jobbikos képviselők, tehát Volner Jánosról, Fülöp Erikről van szó, hogy ők a Mi Hazánkhoz fognak csatlakozni, tehát hogy nem tudom, hogyha azt mondta előbb, hogy jobbikosokkal nem nagyon beszél, Volnerékkel beszélte, hogy ők oda fognak jutni a Mi Hazánkhoz. Most nem is frakcióról beszélek, elsősorban a pártról. Jelen pillanatban Volner János még a Jobbikért folytat egy harcot, ő egy rendkívüli tisztújítást szeretne tartani, amelyen elindulna a Jobbik elnöki tisztségéért. Tehát most ez az, ami aktuális, hogyha ez nem fog sikerülni, és nem vagyok álszent, most látjuk, valószínűleg ez nem fog sikerülni, hiszen vélhetően az etikai bizottság ki fogja őt zárni a pártból is, akkor nyilvánvalóan van egy olyan értékrendi közösség, ami akár azt is eredményezheti, hogy ez a három képviselő Mi Hazánk mozgalomhoz fog csatlakozni. Erre én látok esélyt, de még hivatalos tárgyalások, vagy köztünk való beszélgetés erről nem volt. Ahogy az elmúlt hónapokban egyébként volt kapcsolatunk Volner Jánossal nyilván, de nem agitáltuk sem őt, sem a másik két képviselőt, hogy lépjen át a Mi Hazánk mozgalomba, tehát nincsen erről szó, mindenki a saját lelkiismerete alapján döntött, és ők saját indítatásból döntött el Volner János is azt, amit tett, illetve a két másik képviselő, Apáti István és Fülöp Erik is, hogy a kilépés, illetve mellett döntenek. Az érdekel, hogy a Jobbik receptből mennyit kívánnak felhasználni, arra gondolok itt, hogy a Jobbik annak idején valójában a Magyar Gárdával tört át a média inger küszöbét, addig nem annyira figyelt a média a Jobbikra. Amikor a Magyar Gárdát felavatták a várban, az átütötte az inger küszöböt, és utólag be is ismerték jobbikosok, hogy ez egy média hack volt. Ők örültek, vagy akkor még önök a legjobban annak, hogy a média foglalkozik a gárdával, hogy egyszer feloszlatják, aztán újra alakul, vonulnak, botrány után van. Tehát a kérdés az, hogy a Mi Hazánkban van valami hasonló stratégia, vagy úgy gondolják, hogy itt a parlamenti politizálással Jobbikból átül nem ül kérdéskörre, valahogy bekúsznak a köztudatba.
Egész más a helyzete a Mi Hazánk mozgalomnak és az induló Jobbiknak, vagy akár a 2006-2007-es Jobbiknak, és egész más a magyar politikai közélet is, tehát 2007-ben jött létre a Magyar Gárda, amikor ugye 2006-ban az összödi beszéd nyilvánosságra került, és volt egy nagyon erőteljes kormányváltó hangulat, illetve még akkor nem a Jobbik egy alulról építkező szervezet volt, amely egyébként a Mi Hazánk mozgalomra is elmondható, vagy ráillik, hiszen tényleg gyakorlatilag a semmiből jött létre, de nem csak jobbikosokat szólítottunk meg, tehát hogyha a tagjelentkezőinket nézzük, akkor körülbelül 1/3 arányban vannak azok, akik korábban a Jobbikból jöttek, és 2/3 arányban pedig olyanok, akik vagy nem politizáltak, vagy valamilyen konkrét ügy miatt csatlakoznak a Mi Hazánk mozgalomhoz, tehát nagyon sok tekintetben más. De akkor mi fogja adni a mozgalom jelleget? Akkor így kérdezem. Tehát most is mondta, hogy mozgalom. A mozgalomban az kell, hogy mozogjanak az emberek, mozgassák őket, programok legyenek, balhék, ügyek. Balhék nem szükségesek, nem ez a célunk, hogy balhék legyenek. Ugyanakkor az, hogyha vannak olyan kérdések, amelyeket a többi párt tabunak kezel, mi nem fogunk félni, hogy ezeket felvessük, és a vitaindító 20 pontunkban is volt jó pár olyan, amely mondjuk más pártok programjában egyáltalán nem szerepel. Volt, ami korábban a Jobbikéban szerepelt, most már elhagyta a Jobbik, vagy volt olyan, amely a Jobbikéban sem szerepelt korábban. Tehát igazából nem a többi párt az, aminek a programja meg fogja határozni azt, hogy mi hogyan szeretnénk elindulni. Ugyanakkor a mozgalmi jellegete az alapvető szemlélet adja, és a vezetőknek való hozzáállása is a párthoz, ami a Jobbikban elveszett az elmúlt egyébként másfél elégedettek évben. A mostani 1%-kal, így másfél-két hónappal az alakulás után? Igen, én úgy gondolom, hogy még épp, hogy megalakultunk, már kimutatható támogatottsággal rendelkezünk, ez egy óriási eredmény, pláne azért, mert a párt neve, amely a mérésekben szerepel, még sokkal kevésbé ismert, mint akár Torockai László személye, így úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker. Ha már itt szóba került a szemlélete a pártnak, akkor csak arra szeretnék visszautalni, amit szerintem a te kérdésedre mondott Torockai László. Említett egy példát, hogy Ásotthalmon egy óvoda felújítás kapcsán cementet lopott valaki, és hogy ő tudta, hogy ki ez a férfi, felfedte a személyazonosságát, kiplakátolta őt, és amikor erre rákérdeztetek, akkor úgy fogalmazott, hogy köpök a személyiségi jogaira, köpök arra, hogy megsértek-e valamilyen jogszabályt. Ez így általános lesz a Mi Hazánk mozgalomban, hogy köpnek a jogszabályokra? Most az, hogy egy bűnöző, aki egy óvodától, vagy egy óvoda felújítás során tud képes arra, hogy ellopjon valamit, ami a köznek a jogai. Ráadásul lehet, hogy bűnöző, lehet, hogy tetten érte, de nincs ítélet, így van. De hát nyilván vélelmezhető azért, hogy ő követte el ezt a cselekményt, és úgy gondolom, hogy akkor, amikor egy ilyen közösségben, mint ami Ásotthalmon is van, valaki, még egyszer mondom, egy ilyen aljas cselekedetre, mert nem tudok mást mondani, képes, hogy az óvoda felújítása során ellopjon onnan cementet, vagy bármit is, úgy gondolom, hogy a sokkal nagyobb visszatartó erejének kellene lenni a jogszabályoknak, és amíg nincsen a jogszabályoknak visszatartó ereje, addig nyilván kellenek olyan figyelemfelhívó akciók, amelyek rávilágítanak arra, hogy meg kellene változtatni ezeket a jogszabályokat. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben semmi olyan nincsen, ami kifogásolható. Tehát van egy szint, amíg lehet köpni a jogszabályokra. Hát a bűnözők személyiségi jogait úgy gondoljuk, hogy nem a jelenlegi szabályozás alapján kellene megítélni. De ez egyfajta önbíráskodás, nem? Egy enyhe formája, de mégiscsak Torockai úr ítéletet hozott. Nem, holott ő nem bíróság. Nem, én nem önbíráskodásnak nevezném, hanem még egyszer mondom, szigorúbb visszatartó erőt szeretnénk a bűnözőkkel szemben felállítani, és akár ezt a fajta személyiségi jogainak az ilyen fajta akár sértését is szerintünk fel lehet vetni a közéletben. Én közbeszúrnék egy csipkelődő keresztkérdést, ami egyébként ideillik, hogy megütötte fülemet, hogy azt mondta, hogy a csatlakozók, tehát akik a Mi Hazánkhoz csatlakoztak, 2/3 az nem volt jobbikos. Egyrészt egy számszerűség ezt, hogy most hányadán állunk, hányan vannak, másrészt meg, hogy mit mondanak ezek az emberek, hogy miért csatlakoznak most a Mi Hazánkhoz, eddig eszükbe nem jutott a Jobbikhoz, vagy elnézést, élőadásban, ez a rémálmom volt, mindig, hogy egyszer megcsinálom, de túl vagyunk, sikerült, wow. Lehet mutatni, tehát, hogy
ők mit mondanak, hogy miért csatlakoznak most a Mi Hazánkhoz? Egyrészt van egy nagyon nagy fokú elégedetlenség az ellenzékkel szemben, és azzal a mentalitással szemben, amit az ellenzék képviselt. Tehát az, hogy gyakorlatilag nagyon sokszor a Fidesz tagadásából áll, és a Fidesz-szel szembeni meghatározásból áll az egész ellenzék, az nagyon sok embernek nem tetszik. Mi szeretnénk az értékrend alapú politizálást visszahozni, és nem félünk egyébként azt mondani, hogyha vannak olyan intézkedései a Fidesznek, amelyek előremutatók, akkor azokat támogatni kell, vagy akár, hogyha külföldről éri valamilyen támadása a magyar kormányt, akkor össze kell zárni a kormányzat mögött. Nagyon kevés, vagy hát az ellenzék gyakorlatilag nem volt erre képes az elmúlt másfél-két évben, és a szakmai alapú politizálás. Nyilván, aki csatlakozik, az mit mond? Igen. Tehát, hogy ön például oda ment hozzá, hogy ön miatt, vagy hiszek abban, hogy ön lesz egyszer a miniszterelnök, vagy főpolgármester? Vannak, ebben e tekintetben egyébként jól állunk, tehát a személyi, a vezetőink ismertsége, és úgy gondolom, hogy a karaktere is azért egy sokkal erősebb névsor, mint akár bármelyik más ellenzéki párt elmondhatja magáról. Tehát így van, nyilván van egy ilyen fajta húzóerő is, amit képviselni tud a Mi Hazánk mozgalom. Másrésztről vannak sokan, akik a devizahitelügy miatt jöttek kifejezetten, tehát ilyenekkel is találkoztam. És van olyan húzónevük, aki mondjuk ebbe a egyre kiterjedtebb főpolgármester jelölti névsorba be tud szállni? Jó kérdés, ez még nem aktuális a mi mozgalmunkban, mert még nem alakultak meg a szervezeteink sem. Tehát most alakult egy Budapest kabinet, azt olvasom. Így van, hogy a budapesti szakmai munkában mindenképpen szeretnénk részt venni, és ennek a felállítása ez most folyamatban van. Még nem beszéltünk erről, úgyhogy igazából... Akkor úgy kérdezem, hogy Tarlós István, Puzsér Róbert, Horváth Csabát, Karácsony Gergely. Nem, őket nem. Tehát őket nem. Nem. Így van. És európai parlamenti indulás? Az mindenképpen lesz. Az mindenképpen lesz. Még az sem aktuális. Az, hogy önálló listát állítunk. Így van, de mivel még most tényleg minden alakul, tehát a szervezeteinknek a létrehozása van folyamatban, most alakulnak, most csatornázzuk be azokat az embereket, akik jelentkeztek hozzánk. Ez november végéig egyébként reményeink szerint lezajlik, és ezt követően fogunk elkezdeni foglalkozni az ilyen típusú személyi kérdésekkel. Ami teljesen mást meglepve olvastam, hogy próbáltak bank számlát nyitni, mert hogy kell egy pártnak, és az OTP nem engedte meg, illetve elutasította a kérelmüket. Az első kérdés, hogy miért? Nem indokolták meg, és néhány nap türelmet kértek, hogy felső vezető dönthessen arról, hogy nyithatunk-e bankszámlát az OTP-nél, majd ezt követő néhány nappal értesítettek bennünket, hogy nem nyithatunk. És ezek után jött a következő hír, hogy a Takarékbanknál sikerült, amit meg sokan Mészáros Lőrinc közeli intézetnek tartanak, és egyből összeállt egy kép, hogy lám, a kormány valamilyen módon azért csak támogatja az önök mozgalmát, legalábbis addig, ameddig a Jobbikot gyengítik. Én nem hiszem, hogy a Fidesznek egyébként jó taktikája lenne, hogyha a Mi Hazánk mozgalmat erősítené, hiszen mi deklaráltan szeretnénk kormánypárti szavazókat is megszólítani, és nem titkolt célunk, hogy a Fidesztől is hozzunk el szavazókat. Ez egyébként értékrendi alapú. Ez jó a Fidesznek. Hát a Jobbik megosztásáért szerintem a Jobbik vezetői tettek a legtöbbet. Tehát az, hogy mondjuk Gyöngyösi Márton ebben a székben ülve arról beszél, hogy távozott a pártból, most a két legnagyobb szavazatarányjal megválasztott alelnök, ugye Volner János és Apáti István, illetve jó magam is, már nem a Jobbik soraiban folytatom a közéleti munkámat, és erre ő azt mondja, hogy ő megkönnyebbült, akkor én úgy gondolom, hogy ez mutatja azt, hogy ő a Jobbik vezetése, elnök helyettese tett a legtöbbet azért, hogy a Jobbik megosztott legyen. Tehát a Fidesznek ezért semmit nem kellett tennie, ami tisztújítási kampányunkban a Fidesz semmilyen módon nem vett részt, és akkor Kai László ellen belső lejárató hadjárat indult meg, majd amikor hát finoman szólva és kétes körülmények között történt tisztújításon 46%-ot ért el, ezt követően a Jobbik vezetése nem egy békére törekedett vele, hanem kizárta a pártból. Tehát azért ezek nem túl bölcs vezetői magatartástról tesznek tanúbizonyságot. Mai vagyok a csipkerül, de azt hiszem, de hogy... Meg a borogató. De már feltakarította a nagy részét, egy felszárat, hogy említette
ahogy főpolgármester választáson, tehát önkormányzati választáson, európai parlamenti választáson, tehát indulni fog a Mi Hazánk mozgalom, miből? Tehát, hogy miből fog ez a párt működni? Erre milyen tervek vannak? Itt most nyilván jön, hogy a tagdíjak, az nyilván egy nagyon jó, de mégis miből lehet levezényelni egy ilyen kampányt? Hát ez is arra visszakanyarodnék, hogy kell-e nekünk magyar gárda, vagy nem kell magyar gárda, azért vannak olyan értékek, amiket már hozunk magunkkal, tehát az ismertségünk, a politikai rutinunk, az megvan, és van egy olyan tömegmozgalom mögöttünk, amely ténylegesen tudja ezt a pártot működtetni. Nyilván adományokból fogunk az első időszakban is az önkéntesség alapján működni, tehát semmi zsákba macska nincsen, vagy oligarha, vagy bármilyen támogatás nem érkezett hozzánk, vagy nem jelentkezett be senki, hogy most is szeretné a Mi Hazánk mozgalmat anyagilag támogatni. Tehát ez lesz nyilván a meghatározó az első időszakban. Apropó oligarha, itt egyre több jobbikból kilépő, kizárt, távozó említi azt, hogy hát feltalálva a spanyol viaszt, Simicska Lajos ott volt valahol a közelben, és itt zsákba, meg szatyorba, meg nem tudom, hogyan hordták a pénzeket. Ezt állítják, ezt cáfolja egyébként a Jobbik szóvivője, Jobbik vezetése. Ön, aki harmadik volt ugye az országos listán, a Jobbik országos listáján, mit válaszoltak, hogy Vona Gáborék, amikor megkérdezte, hogy miből van pénz, vagy ön esetleg látott-e ilyen szatyrokat? Én nem láttam ilyet, de nem is voltam kapcsolatban senkivel, aki pénzügyekhez a Jobbikban hozzáfért. Én ezeket a történeteket a tisztújítás után hallottam egyébként, tehát én nekem előtte nem volt tudomásom erről, és én ledöbbentem. De mit hallott egész? Hát amikről Szabó Balázs is beszél a média nyilvánosságban, ugyanezeket a történeteket. De nem is olvasta a portálokat? A Jobbikot mikor? Már a tisztújítás előtt is támadták, hogy a Simicska pártja, Simicska mondta, hogy a Jobbikban hisz, Jobbikban bízik. Elsősorban akkor a Hír TV Magyar Nemzetben való szereplés miatt, illetve a plakátok kapcsán voltak ezek a támadások, tehát akkor nem merült fel senkiben, hogy az az adomány, amit az ÁSZ büntetésre a Jobbik kért az emberektől, azt Simicska fizette volna. Tehát én akkor ilyen cikkeket nem olvastam. Most derült erre fény, hogy Szabó Balázs borította itt a bőt. Torockai László, csak hogy keretes szerkezettel zárjunk. Ugye azt is mondta, hogy ő, hát vagy olyan érzésem, hogy talán még ebbe a ciklusba lehet parlamenti frakciója a Mi Hazánk mozgalomnak, ami ugye azért is érdekes, mert hogy nem csak az kell hozzá, hogy minimum öten legyenek, hanem hogy ugyanarról a listáról kerüljenek be. Na most ugye a Mi Hazánk mozgalomnak nem volt listája, magyarul, ha ez beigazolódik, akkor a kétharmat változtat a szabályokon, ami meg azt igazolja, hogy ez a Fidesznek jó, hogy legyen egy frakciójuk. Elolvastam ezt pontosan, hogy hogyan hangzott ez, és ő nem azt mondta, hogy a Fidesz fog a Mi Hazánk mozgalomnak kedvezően változtatni a házszabályon, hanem hogyha lesz ismételten egy átfogó házszabálymódosítás, amelyben minden párt meg tud egyezni, akkor elképzelhető, hogy módosítják a frakciókra vonatkozó szabályokat, és akkor lehet esetleg a Mi Hazánk mozgalomnak is frakciója, de ilyen Fidesz Mi Hazánk mozgalom közötti egyeztetés, vagy bármi nem történt, ezt most itt is honnan el meg tudom erősíteni. Honnan veszi a Jobbik, hogy olyan Kövér Lászlóval hát fogalmam sincs, hogy honnan veszik. Tehát én a köszönésen kívül én soha Kövér Lászlóval semmilyen kapcsolatban nem voltam, pláne nem az elmúlt pár hónapban, pláne nem frakció alakításról nem egyeztettem vele, tehát ez teljesen kamu. Nyilván azért találják ki, mert próbálnak sejtetni ilyen dolgokat, meg beleillik abba a narratívába, amit a Jobbik próbál nyomni, hogy a Fidesz segíti a Mi Hazánk mozgalmat, de szerintem meg fogják látni előbb-utóbb, hogy ez nem így van, és nem lesz frakciója a Mi Hazánk mozgalomnak szerintem. Bár nem is ezen múlik, hiszen akár hogyha megnézzük, hogy mondjuk ezen a héten milyen azonnali kérdések hangzottak el az országgyűlésben, nem tudom, hogy az nézők közül hányan vannak, akik ezt tudják, vagy akár önök, akik politikával foglalkoznak, tehát nem feltétlenül ezen múlik egy pártnak a sikeressége. Búcsú kérdése valakinek? Mit kérdezne Orbán Viktortól azonnali dolgokat? Jó kérdés, nem gondolkodtam mostanában, ez talán az abortuszos javaslatomról kérdezném meg, ami a szívhang meghallgatásról szólt, hogy ezt tervezik-e, hogy ilyen módon módosítják az abortuszra vonatkozó szabályt, vagy bármilyen más módon, ami segítene csökkenteni az abortuszok számát Magyarországon. Köszönjük szépen a válaszokat nektek meg a kérdéseket, és most még meghallgatjuk Jakubcsek Gabrielát, aki elmondja, hogy mi lesz most nála a téma. Szia! Szervusz, jó estét kívánok! Ma este is jelentkezik a Jakubcsek Plusz két témával, az egyik az anorexia és a bulimia, a második témánk pedig Budapest, mint a legény búcsúk fővárosa. Várom önöket 8 óra 30 perckor. Maradjanak tehát velünk, köszönöm a figyelmüket, hétfőn Rónai Egon számít rá, szép estét!